Idén 5 éves lett a One Day Fröccsfest rendezvény. A jubileumot a szervezők rekordok felállításával szeretnék ünnepelni. Rekord látogatottságot várnak, vagyis a két nap alatt 16-17 ezer látogatóra számítanak. A fröccs fogyasztásban is szeretnék megdönteni az eddigi maximumot, 22 ezer kis fröccs mennyiségű bor van elkészítve, és mindehhez párosul a zene. A fiatalságra építettünk, tehát főleg nekik szólnak az előadók, de megtalálnak benne meg az idősebb korosztály is programot, így a Ladányban 27-et vagy a alternatív rockot játszó Honeybees zenekart. Zsánerben hip-hop, rock, pop, reggae zene megtalálható, tehát szerintünk mindenki megtalál idén a magának való zenét. Ehhez adjuk természetesen minden éven a jó fröccsöt. A fesztivál ideje alatt az autósoknak forgalomkorlátozásra kell számítani a Szent István téren. Csütörtökön, július 13-án 3 órától lezárásra kerül a parkoló a Szent István téren, és pénteken július 14-től hajnaltól lezárásra kerül az egész Szent István tér. Vasárnap reggelig július 16-ig lesz lezárva a Szent István tér. Ezzel is szeretném felhívni a látogatókat, a fesztivál látogatóit, hogy a belépés csak is a fő utca felől lehetséges, nem a Stefánik utca felől nem fog lehetni belépni a fesztivál területére. Az idei Fröccs Fesztivál különlegessége az először megrendezésre kerülő fröccsivó verseny lesz. A versenyzőknek 3 nagy fröccsöt kell majd időre meginni.